Köszöntöm a Sopron Televízió Életmód magazinjának a nézőit. Következik egy kis ízelítő, mai őszi kellemes hangulatú adásunkból. Az Academy of Chocolate Awards 2021-es versenyében a HR csokoládé műhely 4 csokoládéja is díjat nyert. A Fa ezer arca, a Fa műves mesterségek című kötet után újabb hiánybotló kiadványjal lepte meg olvasóközönségét dr. Gerencsér Kinga, Soproni Egyetem címzetes tanára. Őszi madárgyűrűzés, izgalmas munkát végeznek a Fertőhanság Nemzeti Park munkatársai a Fertőtó szikeseiben. Én azt gondolom, hogy ilyenkor ősszel nagyon-nagyon kellemes tevékenység, egy-egy kocka nagyon finom, minőségi csokoládénak az elfogyasztása. De vajon mitől lesz igazán különleges és minőségi egy csokoládé? Azt hiszem, a HR csokoládé műhely erre nagyon-nagyon remek választ tud adni. Nem véletlenül, hogy egy nagy nemzetközi versenyen legutóbb 4 jelentős díjat is elhoztak. Három nappal ezelőtt kaptuk a hírt, hogy egy londoni világversenyen szintén díjat nyertek a csokoládénk. Nagyon örülök neki, nagyon büszke vagyok a Kárdira. Megint beküldtünk 5 csokoládét egy világversenyre. Ez egy Academy of Chocolate elnevezésű verseny. A világ minden részéből küldenek be csokoládét, és most annak a kategóriának jöttek ki az eredményei, azok között, a csokoládékészítők között, akik kakaóbabot dolgoznak fel. Tehát ez mindig a csúcs kategóriája egy ilyen versenynek, és hát a beküldött 5 tábla közül 4 díjat nyert. És 2 bronzérmes és 2 aranyérem, és ez gyönyörűen csillogó, ez nagy öröm tényleg számunkra. Aranyérmet 2 termék ért el, a kápia paprikás csilis. Ez egy szép narancssárga, gyönyörű színű fehér csokoládé egyébként, és a Timur borsos étcsokoládé. Ez egy perui kakaóbabból készül. Maga a bors az talán kevésbé ismert nálunk, egy vad Szecsuán borsa hasonlító bors, amivel ízesítjük ezt a táblát. Ez egy 70%-os étcsokoládé, és hát arra is büszkék vagyunk, hogy ezt végül is egyedi gyártásba készítettük először. Most már lehet majd nálunk is kapni, de az Encsi anyukám mondta étteremnek a saját, tehát a kérésére készítettük. Találtuk ki a receptúrát hozzá, a borsot azt tőlük kaptuk az első gyártáshoz, és aztán egy perui kakaóbabból készült hozzá egy csokoládé, és aztán így készítettük el. A 2 bronzérmes pedig szintén az egyik egy zöldséges, ez az én nagy kedvencem, a kukoricás. Tényleg a zöldséges sorozatból is, és számomra a legédesebb, a szó legszorosabb értelmébe. És hát a szakmailag pedig azt gondolom, hogy nagyon kiemelkedő a másik bronzérmes, az pedig egy perui csuncsó kakaó gyümölcsnek a magjából, kakaó babjából készült tejcsokoládé. Borzasztó magas kakaótartalommal, tehát 62% kakaót tartalmaz, ami több mint a kétszerese annak, mint egy normál átlagos tejcsokoládé, tehát nagyon kevés cukor van benne, és ez egy nagyon különleges vad kakaófajta. A peruiak ezt tartják a legfinomabb kakaójuknak, riojó fajtáról beszélünk. Nem jellemző, hogy zöldségekből csinálzik valaki csokoládét. Azt már többször látjuk, hogy desszertekbe előfordul. Tehát mondjuk egy akár otthon is készít valaki egy brownie-t, és abban mondjuk cékla van, vagy látta már ugye a sárgarépa torta, az egy abszolút klasszikussá lehet már mondani. Tehát ezt nagyon sokan készítik, de cukkinivel is szoktunk sütni. Tehát a sütésnél ott megjelennek a zöldségek, de csokoládéban nem. Nem tudok olyan csokoládékészítőt, aki ennyiféle zöldséges csokoládét készít, de nem is tudok megnevezni olyat se Európában, se világ szinten, akik készítenének ilyeneket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez viszonylag egyedi. Mi nagyon szeretjük a különlegességeket, és hát úgy gondoljuk, meg úgy látjuk, hogy a vendégeink is. Én
A csokoládékészítő azt mondhatja magáról, hogy bean to bar, az azt jelenti, hogy kakaóbabot dolgoz fel. Tehát nem csokoládé az alapanyaga a mi munkánknak, és különböző csokoládékat ízesítünk tovább, hanem a kakaóbaba érkezik hozzánk, és különböző ültetvényekre rendeljük meg a kakaóbabokat, különböző családok, őstermelők, akiknek ültetvényeik vannak, hozzák el ide nekünk, vagy küldik el, és különböző pörkölési profillal készítjük aztán el belőle a csokoládét, és ezeket a csokoládékat aztán vagy önmagába értékesítjük, akár séfeknek alapanyagként desszertek készítéséhez, vagy akár saját magunknak, mint alapanyag, és utána ízesítjük őket, és így kerül bele mondjuk ebbe az esetbe ez a bors. Egy igazi érdekes hiánypótló kiadvánnyal jelentkezett a napokban dr. Gerencsér Kinga, a Soproni Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Fa ezer arca című kötettel. Régi ismerettségre való tekintettel tegezlek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Rendben, köszönöm szépen én is a meghívást. Legutóbb beszélgettünk, talán egy évvel ezelőtt nagyjából egy kötetről, ami nagyon izgalmas volt, és a fával kapcsolatos mesterségeket mutatta be. Már akkor a stúdióban valahogy úgy fejeztük be a beszélgetést, hogy készül egy másik kötet, ami a fa ezer arcát mutatja be, és hogy várlak vissza a stúdióba egy beszélgetésre ezzel kapcsolatban. Megjelent a kötet, én elárulom, hogy már átlapoztam, és tényleg hihetetlen, hogy mennyi arca van a fának. Gyakorlatilag mi az, ami megihletett arra, hogy megírd ezt a kötetet? A faműves mesterségek adta a lendületet, a pozitív hozzáállást ehhez, mert annak a sikere az felbuzdította arra, hogy folytassam. És az évek során, az oktatáskor, az előadások végén mindig valami kuriózumot mutattam be a hallgatóknak, és gondoltam, hogy ezeket is jó lenne összegyűjteni és megjelentetni, és természetesen még sokat-sokat hozzáolvastam, hogy teljes legyen, és így több mint ezerféle hasznosítását, ezerféle arcát gyűjtöttem össze a fának. És gyakorlatilag itt akkor mire gondoljunk, hogy az élő fától elkezdve tulajdonképpen a nyersanyag mint fára? Igen, az élőfa a különböző arcát bemutattam, aztán annak a levelétől a gyökeréig minden porcikájának a hasznosítását, és fa mint nyersanyagot is, hogy milyen termékeket, hogy jelenik meg használati tárgyainkba, dísztárgyainkba, a hangszerekbe, sportszerekbe a fa, és miért éppen azt a fát használjuk arra a célra. Akkor azt gondolom, hogy ez a kötet tulajdonképpen nem csak az egyetemisták számára nagyon-nagyon izgalmas, hanem a széles olvasóközönség számára, akár a gyerekektől elkezdve egészen a felnőttekig. Igen, igen, nagyon érdekes. Például a fa leveleinek hasznosítása, az mennyiféle gyógyteát készíthetünk különböző fa levelekből, mennyiféle krémeket, kenőcsöket, ezek is mind nagyon érdekesek és könnyen hozzáférhetőek. Akkor induljunk ki egy picikét az élőfából. Igen. Az élőfával kapcsolatban milyen érdekességeket sikerült összegyűjteni, ami most a nézőközönség figyelmét is felhív erre a kötetre? Hát az egyik talán, ami szerintem nagyon jó, az erdőfürdőzés. Ez egy újfajta fogalom, Japánból terjedt el, jött Magyarországra. Ez egy újabb közjóléti szolgáltatása az erdőgazdaságoknak és az erdőnek. Két és fél órás séta során feltöltődnek az energiamezőink, a lombkorona zöld színe nyugtatólag hat, a fák levelek zizegése, a víz csopogása, a fák, a madarak éneke, vagy a pázsit illata, ezek mind pozitív energiával töltenek fel minket, nem beszélve a negatív ionokról, amely a levegő vitaminja. Ezek felszaporodnak az erdőben és a vízesések környékén. Negatív ion koncentráció az erdőben kb. 2000 ion per köbcentiméter, a szobában pedig csak 100 vagy 50 ion per köbcentiméter. Azon kívül az élő sejteket is buzdítja ez a negatív ion oxigén felvételre, tehát ezért van pozitív hatása, és az erdőfürdőzéshez tartozik még a faölelés, ez is Japánból terjedt el. A fának ugyanis nagyon erős pozitív aurája van, és ha az ember megöleli, akkor feltöltődik ez a pozitív aura, feltölti az emberi energiamezőket és megtisztítja.
Jó, tehát tulajdonképpen ez az élőfával kapcsolatos. Van-e még olyan érdekesség, ami az élőfával kapcsolatos? Én például valami olyasmit olvastam, hogy Gaudira is ihlető hatással hatott a fa. Igen, egy nyírfasor, a könyvben is majd bemutatjuk, ihlette meg a kőkatedrális építésénél Gaudit, de az élőfa, még a élőfa szobrászat is nagyon érdekes. Ugye a kertészet használja a szobrászatot, de az élőfa szobrászat az erdőben az más, mert a fa törzsét alakítjuk különböző módszerekkel. Péter Kok volt ennek a híres feltalálója és terjesztője, akár fotelt is ki tudunk alakítani egy élőfából, vagy emberalakzatot, vagy megcsavarni a fát, nagyon érdekes formátumokat hoztak létre. És azért ott van, mint a fa, mint nyersanyag, gondolom, hogy itt is rengetegféle példát lehet felhozni, hogy mi mindenre alkalmas és hasznos a fa. Igen, igen, próbáltam csoportosítani, először nyersanyagként mutattam be, hogy a természetes fától kezdve a faroslemez, forgáslap, különböző kompozitokig mi mindent készíthetünk a fából, mint alapanyagot, aztán utána pedig termékben az építészet, hogy használja föl a lakberendezés, a használati tárgyakban, hogy jelenik meg, a dísztárgyakban, még a hitéletben is, vagy a vegyi hasznosítása is nagyon érdekes, sok-sokféle lehetőséggel. És hogyha jól tudom, akkor például hangszer készítése is kiválóan alkalmas, igen, a fa. Igen, igen. 16-szor jobban vezeti a fa a hangot, mint a levegő, főleg a lucvenyő, és hát ezt használják a hangszer készítésnél. De van egy nagyon érdekes is, például az ausztrál őslakosok az eukaliptuszt, a termeszhangyákkal kivájt eukaliptusz törzset használják, a didgeridoo nevű a fúvós hangszerükhöz. Ez azt jelenti, hogy ők nem is munkálják meg utána a fát? Hát azért természetesen egy kicsit még hozzá kell igazítani, hogy jó fúvós hangszer legyen, de az alap munkát a termeszek végzik. És ha jól tudom, itt a Soproni Egyetemben, illetve a Ligneumban is van valami olyan hangszer, aminek köze van a fához. Igen, ott a marimba, a marimbának az ideális alapanyaga a hondurászi rózsafa, ezt nagyon nehéz beszerezni, és éppen ezért sok kísérletet folytattak, hogy milyen fával lehetne helyettesíteni, és itt a Ligneumban van egy akácfából készült marimba, amelynek nagyon jó akusztikai tulajdonságai vannak, úgyhogy felveszi a versenyt a hondurászi rózsafából készült marimbával. A Soproni Egyetem egyébként ebben a formában jelenik meg a kiadványban, vagy esetleg mással kapcsolatban is? Nagyon sok formában megjelenik, nagyon a vegyi hasznosításnál például a Kémiai Intézetnek a kutatásai a levelekből, a tobozokból, antioxidánsokat nyertek ki, gyógyászatban használják, de a különböző kompozitok a Technológiai Intézetnél is az egyetemi kutatások részét képezik, azon kívül a fakéreglapok. Hát nagyon sokféle. Ezeket is próbáltam összeszedni és beletenni a könyvbe. Nagyon érdekes, hogy ugye, ha már egyszer a hangszerekről beszéltünk, ugye a zenei kultúráról, bizony a sport területén is megjelennek a fa alapanyagok. Itt például van egy nagyon érdekes fejlesztés, ami én nem is tudtam, hogy egyébként egy magyar szabadalom, egy magyar kezdeményezés, az a neve, hogy Tekból. És ez egy érdekes, a könyvből láttam, mint hogyha egy ilyen hajlított asztal lenne, igen, és valahol az asztali tenisz és a futballnak valami nagyon érdekes, izgalmas keveréke. Igen, igen, ez magyar találmány, és ami érdekes az asztalnál, hogy ívelt asztala van, és ezt nem könnyű gyártani, kompozitból készül, és különböző dizájndíjat is kapott erre az asztalra a gyártó cég, és tulajdonképpen már bajnokok is vagyunk ebben, mert nem tudom hány éve már bajnokságokat rendeznek a Tekborból, és magyar bajnokok is vannak, úgyhogy büszkék lehetünk rá. Sajnos is büszkék lehetünk, hogy azt hiszem, hogy van még soproni vonatkozással kötetnek, mert hogyha már a sportnál tartunk, ugye azért a biliárd is oda tartozik. Igen, a biliárd is, és hát ugye Sopronban három helyen volt biliárdmúzeum, Londonba, Bécsbe és Sopronba, Vörös István biliárdmúzeuma, és nála voltam, megmutatta a dálkókat, a biliárdasztalokat, milyen gyönyörű szép példányok készültek annó. Valamit hoztál is magaddal itt az asztalon, én
csodálkozva látom, hogy egy szappandarab, az talán mi az, ami most történik? Hát ezt azért hoztam, hogy szeretném bemutatni, hogy ugye sokan csodálkoznak, hogy miért úszik a fa a vízen, amivel 1,6-szor nagyobb a súlya, mint a víznek. Hát eznek a titka a fában levő levegő. Picit odébb rakhatjuk talán a könyvet, és akkor így és meg hát is lehet ezt mutatni. A fában levő levegőt legjobban úgy tudtam bemutatni a hallgatóknak, hogy a vakocka egyik végét bekentem szappannal, utána belemártottam vízbe, és átfújtam. Aha. Tehát ebből is látni, hogy milyen sok levegő van a fában, milyen járatok vannak, és ez tartja fönt a vízen a száraz fát a szerkezete. Tehát, és ezért is olyan csodálatos anyag a faanyag, mert lélegzik. Tehát ugye látni, hogy átjár rajta a levegő, sok műanyag ablak, meg hungarocell, után benészednek a lakások, de faablakok, meg fa burkolatnál nem, mert a fa magában is lélegzik, tehát átjárható. Aztán hoztam egy nagyon érdekes, ugye a fát lehet hajlítani többféleképpen, a Tonet hajlította úgy, hogy kezelte hővel a faanyagot, és akkor utána fémlemezre hajlította. De egy másik érdekes módja a szálirányi tömörítés. Itt az szívószál érdekes példája. Ugye, ha nincs tömörítve, akkor törik mind a fa is. De itt lehet látni, ha tömörítve van ez a része, egy gyönyörűen hajlítható. Hát ugyanígy van a fánál is. Szálirányba tömörítés után szépen hajlítható. Ezért látunk olyan csomóra kötött fát például, meg különböző ívelt fa díszítéseket. Hát gondolom, hogy azért a tanítványaid, mert én ezt tudom, hallom, hogy nagyon-nagyon-nagyon szerették az óráidat, akkor valószínűleg ezért szerették annyira, mert hogy számodra ezek szerint nagyon fontos, hogy azt a tudást, ami a fával kapcsolatos, és ami a te szívügyed, úgy tud átadni, hogy szemléletes módon, hogy akár játékos módon, hogy élvezetes módon. Tehát nem száraz tudásként. Sokkal jobban megjegyzik, ha egy ilyet látnak, hogy tényleg hát mennyi levegő van a fában, vagy milyen jól lehet hajlítani. Szóval ezt szeretem, hogyha tudok hozzá valamit párosítani, és akkor emlékezetesebb marad. De azért adódik így a beszélgetés vége fele, hogy miért pont a fa? Miért annyira a szívügyed most már sok-sok éve, évtizede? Hát végül is erdészgyökerekkel rendelkezem, és nagyon sok erdőmérnök van a családba, az ő indítatásukra jöttem ide, és nagyon örülök, hogy én a faipart választottam, és a fát, mert nagyon csodálatos anyagot ismertem meg benne. A színe, a forma gazdagsága, az alakíthatósága, az mind a vele dolgozó embernek örömet szerez, és ezt tapasztaltam a könyvírásánál is, az előzőnél is, a mesterségeket űző embereknél is, meg itt is, amikor gyűjtöttem össze az anyagokat, hogy hát milyen csodálatos anyagról van szó. Ezek után adódik a kérdés, hogy vajon te szoktál-e kimenni a természetbe? Élsz-e azzal a bizonyos erdőfürdő lehetőségével? Esetleg próbáltad-e már személyesen is a faölelést? Igen, igen, természetesen. Megyek ki a természetbe, most is megyünk Erdélybe, hétvégén indulunk, nagy túrákat teszünk. A faölelést is kipróbáltam, és gyakran alkalmazom, és nagyon szeretem. Ha hozzáteszem a homlokom a fatörzséhez, akkor úgy szinte érezni a fa lüktetését, hogy áramlik benne a víz. Ugye talajból fölemeli, föl szívja a vizet, és a levegőt a leveleinél elpárologtatja, és ezt valahogy egy kicsit hallani is, hogyha teljesen kontaktusba kerülünk a fával. Én remélem, hogy a nézők közül nagyon sokan ezt egyébként ki fogják próbálni, és hogy sokan a kezükbe veszik ezt az izgalmas, érdekes és sokszínű kiadvány. Most már csak az a kérdés adódik, hogy a Fa Ezer Arca című kötet hol vásárolható, hol szerezhető be, hol lapozható át? Sopronban a Cédrus könyvkereskedésbe kapható, és ott lehet megnézni, meg hát természetesen az interneten is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor további szép fás élményt kívánok a jövőben is. Köszönöm szépen. Az imént pont arról beszélgettünk a vendégemmel, hogy mennyire fontos kimenni a természetbe, és élvezni a természet szépségét és ajándékát. A Fertőanság Nemzeti Park munkatársai azt hiszem nagyon gyakorta élvezhetik ezt az élményt. Most például izgalmas munkába kezdtek az őszi madárgyűrűzésbe. Pillancsuk be egy kicsikét a kulisszák mögé.
A vízi madarak jelölésével foglalkozunk. Több gyűrűző állomás működik Magyarországon. Mi kimondottan erre specializálódtunk, hogy vízi madarakat fogjunk be, és jelöljük meg olyan módon, hogy lehetőleg minél nagyobb számban vissza tudják jelenteni. Ehhez ma már korszerű eszközöket is használunk, színes jelölőgyűrűket, amiket több tíz méter távolságból le lehet olvasni, illetve nagyobb testű madaraknál, például a hattyúknál, rudaknál, akár 3-400 méter távolságból, illetve ami a legkorszerűbb megoldás ebben a szakmában, az a műholdas nyomkövetőknek az alkalmazása. Ezek emberi jelenlét vagy beavatkozás nélkül továbbítják a madár pozícióit, és így nagyon részletes képet kaphatunk a mozgásokról. Ezek közül, a madarak közül mindegyiknek az a közös jellemzője, hogy olyan telelőhelyeket keresnek maguknak, ahol a nálunk zord téli fagyos, havas hónapokban, hetekben is találnak táplálékot. Ezeknek a telelőhelyeknek a skálája rendkívül széles, Portugáliától nyugati irányba, déli irányba, Észak-Közép-Afrikáig terjed, illetve a Fekete-tenger vonaláig keleti irányba. Vannak olyan madarak, amik meghatározott úton haladnak, ilyenek például a gólyák, vagy a parti madarak közül a sárszalonkák, ezek Dél-Franciaország felé mennek, de vannak olyan madarak, például a most viszonylag nagy számban forrt havasi partfutók, amik Európa legészakibb részén költenek, ezek szétszóródnak a földközi tenger medencében, és szinte bárhol előfordulhattak, Nagy-Britániától, ugye a Dél-Franciaországon, keresztül Észak-Afrikában, Spanyolországon, de Olaszországban, Velence környékéről pedig rendszeresen jelentik vissza madarainkat. A mi madárvártánk a Mexikó-pusztai madárgyűrűző állomás. Ez a Fertő délkeleti részén található, és a Nemzeti Park által élőhely rehabilitációba vont elárasztásokon folyik ez a munka. A hardvert a Nemzeti Park adja, a szoftvert, illetve a segítőket pedig önkéntesek, elsősorban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjai dolgoznak itt ezen az állomáson. A vízviszonyok szerint van, amikor már augusztus elején elkezdünk dolgozni, idén egy kicsit későbbre tolódott ez az időpont, és egészen addig, amíg az időjárás kifejezetten zordra nem fordul, és madarak is vonulnak nagy számba, addig dolgozunk, illetve hát amíg az önkénteseink tartanak, hiszen az iskola szezon után már akár a középiskolások, egyetemisták elkopnak, csak a legelszántabb madarászok tudnak ebben a munkában részt venni. Amíg kitartunk, az általában évi 600 és 2000 madár közötti gyűrűzést jelent. Ennyi fért mai Életmód magazinunkban. Én köszönöm a figyelmüket, nagyon szép napot, estét kívánok, viszontlátásra!